Szép napot! Gönczi Péter vagyok. 2010-11-ben kicsit kerekre olvastam magam az interneten. Ebből lett egy akvapóni és egy passzív szalad üvegház, aminek hatalmas feneke lett köszönhetően a jókor, jó helyet sajtó nyilvánosságnak. És aztán hirtelen egyszer csak csend lett. A technológia egy kicsit tetszhalottá vált, vagy legalábbis lement a nagy nyilvánosság színéről. Erről szeretnék most nektek beszélni. Egyrészt, hogy mi is volt az akvapónia, gyorsan átfutjuk, hogy is működik ez az akvapónia, mi történt az elmúlt 10 évben, hogy néz ki ez ipari méretekben, és hol lesz a jövő, mit fogunk a jövőben tapasztalni. De mielőtt belecsapunk, szeretném, ha itt ez egy olyan történet, hogy mindig egy kicsit kifele kell gondolkodni a saját dobozunkból, vagy kintről befele nézni, és a status quo-t mindig challenge-elni. Itt egy kérdés rögtön, hogy ez micsoda? Mit látunk ott, ez minek az összetevői? Nem tudom, hányan szokták olvasni, hogy amikor megveszünk egy boltba egy árut, mi van ráírva. Ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ez kémiailag, aki azt tippelte, hogy banán, az jól tippelt. Viszont ha matematikusok vagyunk, akkor amit a kép alján látunk, abból össze lehet-e egy banánt rakni? És ha nem, akkor vajon mi van még benne, amit csak a természet tud? Mert hogy ez kémiailag stimmel, de matematikailag nem. Mindig meg kell kérdezni, hogy mit látunk egy dobozon, és nagyon kell figyelni arra, hogy mi az, ami benne van ezekben a ételekben, amit eszünk. Amiért én elkezdtem ezt a kutatást, annak idején meg ezt az egész ürületet, az beütött Wendell Berrynek, aki egy amerikai zöld aktivista, ez a mondata, amit az interneten olvastam, ami szabad fordításban annyit tesz, hogy az embereket a élelmiszeripar eteti, anélkül, hogy bármilyen tekintette lenne az egészségükre, és az embereket az egészségipar gyógyítja, anélkül, hogy bármilyen tekintette lenne az élelemre, amit megesznek. A kettő nem függ össze. Sajnos a háttérben egy rosszabb a helyzet, mert elég sokszor ugyanazok a személyek és ugyanazok az érdekkörök játszanak mind a kettőben. Ez egy 1993-as mondás. Én ezért kezdtem el foglalkozni természetközeli termesztéssel, valami bióval, valami egyszerű történettel. A másik, ami annak idején nagyon melbevert, mikor elkezdtem ezt a rengeteg feldolgozott élelmiszerre ráírt összetevők sorozatát, az ez. Azt gondoltam, hogy szemetet eszünk, akkor voltak nagyon pici gyerekeim, és nem akartam velük szemetet etetni. Mindaz, amit a bevásárlóközpontokba veszünk, kifejezetten a feldolgozott ételekre, az elősütött ételekre, a mireli dolgokra, ami már feldolgozott étel, az borzasztó mennyiségű egyéb adalékanyagot, színezőszer, táplálószert, mindenféle őrületet tartalmaz, ami hát mondjuk úgy, hogy nem egészséges, teljesen eltávolodtunk attól, amit 30-50 éve a nagyanyáink akár egy nagyvárosban, mint Budapest, de főleg vidéken ettek is, amit élelmiszernek neveztek. Nem voltak ilyen cuccok, se az ők, se a gyerekeik asztalán. És nyilván látszik ez, meg az összefüggések a minket érő betegségek között, meg az ételünk között, de valahogy bennünk van ez a hipokrácia, hogy éljünk most, aztán majd 20 év múlva megvesszük a rákgyógyszert, és akkor majd jó lesz, meg majd jól meggyógyulunk, de most még megeszem ezt a különlegesen izgalmas csokis trüffelt, amiben semmi természetes dolog nincsen, viszont rohadtul édes, és egyébként teljesen rossz az egészségemre. Ez egy nagyon fontos dolog volt, amit én meg akartam változtatni, és úgy döntöttem, hogy valamit teszek az ügy érdekében. Hát mit tesz az egyszerű ember? Volt akkor egy szép kertem, most is van, csak már egy másik. Erről még majd beszélgetünk, és azt gondoltam, hogy elég a felét befüvesíteni. A másik felén csinálunk egy hagyományos kiskertet. A fűszaga, meg főleg a zöldségek szaga, meg a homok szaga az a gyerekkoromra emlékeztetett, ahol nagyon még kertjében rengeteget rohangáltam. Jól is ment ez a kiskert, de aztán egy kicsit többre vágytam, és elkezdtem bújni az internetet. Itt kezdődött a katasztrófa, ami oda torkolott, hogy akvapónia lett a vége. Elkezdtem bújni az internetet, hogy mit tudok jobban csinálni. Emlékeztem, hogy nagyszülőknek volt egy remek üvegháza, ami jócskán meghosszabbította a termésszezont, meg egy ilyen 6 méteres kis üvegházból rengeteg mennyiségű paradicsom paprika jött ki, úgyhogy még nekünk is bőven jutott családilag. Úgyhogy elkezdtem keresni, valóban látszik egy szép fóliasátor, ez nem egy bonyolult dolog, bárki két kezével össze tudja rakni. Aztán emlékeztem, hogy debreceni fűvészkertben vannak ilyen sűlyesztett viktoriánus üvegházak, kicsit elsűlyesztve, üvegből van a teteje, vagy polikarbonátból. Ez azért már majdnem teljes egészében tudja az évet fűtés nélkül is vinni.
a pálmaház, ilyesmiknek van ilyen épülete Debrecenben. Gondoltam, hogy ha már elkezdünk és csinálunk valamit, akkor legyen egy kicsit jobb. És aztán megtaláltam őt